Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Kölcsey Kör vendége Kecskeméten ma este dr. Mátray Márta, a Magyarországgyűlés háznagya, akit kecskeméti látogatása kapcsán hívtunk meg ide a stúdióba. Jó estét kívánok, köszöntöm! Jó estét kívánok, üdvözlöm a kecskemétieket és a kedves televízió nézőket! Ön ugye 1998 óta országgyűlési képviselő, nagyon régóta, lassan 20 éve. 2012 óta pedig az országgyűlés háznagya. Egy picit emlékezzünk vissza arra, hogy hogyan kezdődött a politikai pályafutása, hogyan került közel a közélethez. Ez a politikai közéletben 1989 óta veszek részt. Előtte nem foglalkoztam a politikai közélettel. Ez családi vonásokból is adódik. Édesapám nem volt a politikai megbízható emberek közé tartozó, és hát így kerültünk mi Kaposvárra Szombathelyről, egy hosszú története van. És akkor, amikor már felnőttek lettünk testvéremmel együtt, akkor visszaemlékeztünk azokra az évtizedekre, amelyet a szüleimmel együtt éltünk meg, és valahogy nagyon megérintett, belémivódott az a bukásra ítélt társadalom, hogy milyen aljas módon jelentette fel és hurcoltatta meg az embereket. És akkor, amikor már a 80-as évek második felébe lehetett érezni, hogy a változás szelebe köszöntött, akkor én már figyeltem a Bibó kollégistákat, és különös tekintettel Orbán Viktor, Szájer József, Kövér László, Dajcs, Áder, tehát ezek a nevek ugye naponta forogtak a televízió, a rádióban, és én akkor valahogy úgy gondoltam, hogy igen, én megtaláltam a helyemet, tehát én teljes mértékben elfogadom, amit ők gondolnak. Én 89. októberében kezdtem szervezni a Fidesz Kaposváron egy mind a városi, mind a megyei szervezetet, és akkor először 90-ben akartak indítani országgyűlési képviselőként, mivel a kisfiam akkor még csak 10 éves volt, és én egyedül neveltem őt, ezért ezt nem tudtam bevállalni, tehát mondtam majd, hogy ha már Tamás leérettségizik, és eljutottam, tehát elindítom az életbe, akkor lehet róla szó. Tehát így kerültem 98-ban a parlamentbe, életemben először akkor léptem át az országgyűlés a parlament küszöbét. Hát az egy csodálatos pillanat volt. Szájer József mellett találtam magam, mivel frakcióigazgatóként kezdtem a pályámat. Én nagyon hálás vagyok Szájer úrnak, aki egy fantasztikus, nagy tudású ember, és én nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon-nagyon jó kijöttünk egymással. Az enyém volt a frakció, az övé volt a diplomácia, hiszen tudjuk, hogy sok nyelven beszél, egy nagyon felkészült, nagyon, nagyon jó ember. És hát így végig dolgoztuk a 4 évet, de közben szakbizottságokban is dolgoztam, az Alkotmányügyi Bizottságban és a Honvédelmi Bizottságban elnöke voltam, ami nem azért volt, mert én egy katonás típusú ember vagyok, hanem azért, mert a délszlávválság miatt Taszáron ott volt az IFOR és az SFOR erők, és ugye nekem Kaposvárinak nagyon fontos volt, hogy a honvédelem területén információkkal rendelkezzünk, és ezért dolgoztam a Honvédelmi Bizottságban. Majd 2002-től a Szociális Bizottság elnöke lettem. Hát, hogy milyen felkészülést igényelt, nem mondok mást, mint hogy alelnökként ott volt a Kósárné Kovács Magda, Béki Gabriella, és akkor azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy azért nagyon felkészültnek kellett lenni a bizottság vezetésében. De végig dolgoztam a törvény, vagyis az alkotmányügyibe, ezt végigvittem 2010-ig, akkor jött a számomra a rendszerváltás, és a Jóisten megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy az emberek azt mondták, hogy elég volt, és kétharmados többséggel kormányt tudtunk alakítani, miniszterelnök úrral, Orbán Viktorral az élén. Rengeteg munka volt, és azt hiszem, hogy mindenki tudja, aki ennek az időszaknak a részese volt. Az IMF-től megszabadultunk, az embereket helyzetbe kellett hozni, devizahitelek, meg kellett mentenünk a devizahiteleseket, azon kívül a rezsicsökkentés bevezetése. Volt egy óriási katasztrófa, egy ipari katasztrófa, Kolontár, ahol sajnos emberi életeket is követelt, és hát sajnos azt nem tudtuk visszaadni, csak az ember kegyelettel gondol azokra a családokra és az elvesztett családtagokra. Újjáépítettük, és mindenkinek fedelet adtunk a feje fölé. És hát így mentünk tovább egészen 2014-ig, amikor újra választások jöttek, újra lehetőséget kaptunk. Én azt gondolom, hogy a Jóisten mindig velünk volt, tehát adott nekünk egy olyan talentumot, amelyet jól használtunk ki, és úgy, ahogy azt II. János Pál pápa mondta a Gondolatok az életről című könyvében, hogy az élet egy olyan talentum, amelyet
kölcsön kapunk, pontosan azért, hogy ezt megsokszorozzuk és továbbadjuk másoknak, hiszen senki nem sodródhat a történelem óceánján, mert valamennyien egy nagy családhoz tartozunk, és mindenkinek megvan ebben a szerepe és a helye. Én azt gondolom, hogy ez vezérelt minket, és bízom abban, hogy a sok nehézség és kritika után, amit a brüsszeli bürokráciától és a tengeren túlról kaptunk, egy olyan országot kezdünk bemutatni, illetve építeni miniszterelnök úr vezetésével, amelyben mindenki látja, hogy meg lesz a helye és szerepe a jövőt illetően. Beszélünk még majd a múltról is az adás folyamán, de úgy mutattam be önt most, mint a Magyarországgyűlés háznagya. Mi a feladata pontosan a háznagynak? Úgy képzeljük el, hogy protokolláris szerepe van, vendégeket fogad, képviseli az országgyűlést. De mégis mi pontosan, hogyan telnek a napjai, milyen feladatai vannak? 2012-ben Kövér László házelnök úr kért fel erre a funkcióra. Tudni kell azt, hogy visszahoztuk a polgári értékeket, miután hivatalba léptünk. A 2012. évi 36-os törvény az országgyűlési törvény, valamint az alaptörvény Magyarország alkotmánya és a határozati házszabálya határozza meg, hogy melyek a feladatok és hatáskörök. Itt elsősorban, és utána természetesen az országgyűlés választott titkosszavazással, elnök úr előterjesztése alapján, pontosan meghatározza az országgyűlési törvény, párhuzamosan halad az országgyűlés elnökével. Talán egyszerűbb azt elmondanom, hogy mi az, amit nem. Tehát nem hívhatom össze az országgyűlést, és nem vezethetem. Nem hívhatom össze a házbizottságot, és nem vezethetem. Noha mind a kettőnek a tagja vagyok. És rendeleteket nem alkothatok a házelnök nevében természetesen. Ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Kövér László házelnök mellett dolgozhatom, mert ő egy fantasztikus ember a szó nemes értelmében, csupa nagybetűvel. És a feladatom közé tartozik Magyarország és az országgyűlés képviselete nemzetközi kapcsolatokban, a tengeren túlon, diplomáciai testületekben, civil szervezetek, egyházi kapcsolatok területén. És a legnagyobb és legmaradandóbb élményem volt az egyházi kapcsolatok terén, hogy a pápai nuncius urat is fogadhattam. Erdő Péter bíboros is, úr is volt nálam, és ezek mind olyan emlékek maradnak, amelyet az életemből soha nem lehet kitörölni. Említette már tetról említést, hogy az alkotmány előkészítésében is részt vett, aktív szerepet vállalt. Ugye annak idején, amikor Magyarország a új alkotmányát elfogadták, megalkották, elég nagy vihart kavart ez uniós szinten is. Mi a legnagyobb értéke szerint ennek a magyar alkotmánynak, és mit tartalmaz pontosan? Én azt gondolom, hogy az ember életében vagy egyszer sem adódik meg egy ilyen lehetőség. A sors nagyon kegyes volt hozzám. Én részt vettem az Alkotmány Előkészítő Eseti Bizottság munkájában, mint alelnök. Balsai István vezette a bizottságot. Annyit kell tudni róla, hogy valamennyi parlamenti párt jelen volt, de miután a régi kommunista alkotmány szellemiségét nem tudták visszacsempészni a munkába, ezért kiléptek ebből a körből, és csak mi csináltuk meg, készítettük elő. December 15-e volt 2010-ben a határidő, miniszterelnök úr által, ő adta a határidőt, hogy le kellett tennünk a jelentést az asztalra, és a jelentést letettük, utána a miniszterelnök úr megbízta Szájer Józsefet, és a kodifikációs testületet, összeállították az alaptörvényt, majd az országgyűlés általános részletes vitával megtárgyalta, és 2011. április 25-én Kövér László és Schmidt Pál elnök úr aláírták a húsvéti alkotmányt. Hogy mi a legszebb benne? A nemzeti hitvallás, az valami csodálatos. A régi alkotmány az a 49 évi 20-as törvény volt. Ez egy sztálinista, buharini alkotmány, amelynek az volt a preambulumában, hogy ideiglenes, ugyanakkor nem volt narratívája, történelmi narratíva nem volt benne. A mi alaptörvényünk azonban azt mondja, Kölcsey nemzeti imánkkal, himnusszal kezdünk, Kölcsey versével, tehát Isten áld meg a magyart, majd folytatjuk azzal, hogy büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és a keresztény Európa részévé tette. Számunkra ez fantasztikus, hogy a keresztény Európához tartozunk, és ott is fogunk maradni. Ez a nyugati világnak, a brüsszeli liberális világnak egyáltalán nem tetszett. Azon kívül nagyon büszkék vagyunk a tudósainkra, a nyelvünkre, történelmünkre, kultúránkra, a családjainkra, a hitre, a hűségre, az összetartozásra,
Ugyanakkor elmondja az alapvetés azt is, illetőleg a nemzeti hitvallás, hogy ez egy szerződés, mégpedig a magyar állam és az állampolgárok között, amellyel kijelöljük azt az utat, amely a jövő felé mutat, a fiataljaink jövőjét, az időskor méltóságát, a házasságkötés, amely egy férfi és egy nő között jöhet létre, és a részleteket pedig sarkalatos törvényekbe utaltuk, és abba van kidolgozva. Mi mindent tudtak alapul venni, amikor az alkotmányt előkészítették? Hogyan zajlott ez a folyamat? Én azt hiszem, hogy mindenkinek a fejében volt, hogy mit szeretne. Tehát mi egy polgári keresztény értékrendet való csapat vagyunk, és ez így is fog maradni. Tehát mi soha nem gondoltuk azt, hogy másképp kellene megszövegezni. Tehát ha egyszer azt mondom, hogy a keresztény Európa része vagyok, és büszkék vagyunk Szent István királyunkra, és arra, hogy a kupolában ott van a Szent Korona, és ott vannak a koronázási jelvények, amielőtt az ember elmegy, akkor mindig fejet hajt, és azt mondja, hogy Istenem, de jó, hogy itt van, mert nekem ez erőt ad, akkor ez nem lehetett másképp, mint hogy olyan értékeket kell megvalósítani és behozni az alaptörvénybe, amelyek megerősítik ezt a gondolatot. Hiszen az, hogy van hitünk, ahogy a nemzeti lobogóról is leírjuk, hogy melyik szín mit jelent, nagyon kevés ember tudja, a piros, a fehér és a zöld. Tehát az erő, a hűség és a remény. És azt mondja az alaptörvény vége, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Ezt mondja a zárórendelkezésekben. Én meg voltam győződve, amikor az egész úgy összeállt és elolvastuk, hogy ez az egész tényleg csak úgy valósulhat meg Magyarországon, és úgy lehet a miénk igazán, ha Magyarország miniszterelnökét Orbán Viktornak hívják. Ő az az ember, aki ezt a jövőt illetően is biztosítani tudja minden magyar ember számára, és egy ilyen stabil országot hoz létre, itt most a migráns kérdésre gondolok elsősorban, ami egész Európát sújtja, mint amilyen Magyarország, ahol békében, rendben és biztonságban lehet élni. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ezt az alaptörvény ezt így megadta, és nagyon büszke vagyok arra, hogy erre tehettem le az esküvőt is. Akkor itt a sorok között megkaptuk a választ, hogy mi miatt van, hogy sok-sok évtizeden át kitartott tulajdonképpen a Fidesz mellett és a polgári értékek mellett, és következetesen, hűségesen ezek mellett az értékeket mellett és a Fidesz mellett és az országgyűlési munka mellett tette le a voksot, immár évtizedek óta? Igen, hát azt hiszem, hogy ez családi indítatásból adódik, tehát azt tudni kell, hogy én egy római katolikus és hívő családból, egy polgári családból származom, ahol a tiszta beszéd az egy nagyon fontos dolog volt, ahol a kitartás, a szeretetet, a családi összetartozást tanultuk a szüleimtől, a testvéremmel együtt, és azt, amikor édesapámat igaztalanul meghurcolták, ő akkor is tudott egyenes derékkal állni, és soha nem adta fel. Na most ezek olyan értékek, amelyek egy gyerekbe beleívódnak még akkor is, hogyha nem tudatosan, hanem a tudatalattiba, ami majd később a felnőtt korába válik igazzá. Tehát ezek az értékek, ezek az értékrendek, ezek nálunk, ezek evidensek, és ez nem is lehet kétségbe vonni. Tehát én eszerint élem az életemet, eszerint neveltem a fiamat, és a Teremtő megadta nekem, hogy ő is ugyanezeket a gondolatokat viszi tovább. Arról beszéljünk még egy kicsit, hogy a háznagyi pozíció mellett milyen munkája van még mostanában, hiszen ugye a parlamentben dolgozik, a Törvényalkotási Bizottságban is tevékenykedik. Erről meséljen még a nézők. Igen, sőt, még az Interparlamentáris Unió, tehát a kínai magyar baráti tagozat elnökeként is dolgozom. Részt veszek az izraeli magyar baráti tagozatban 10 év óta, és a délszláv tagozatban is. Ami pedig a háznagy funkcióját illeti diplomáciai munkám is van. Nagyon sok konferencián veszek részt, házelnök úr, amelyeket nem tud ellátni, vagy éppen ütköznek az időpontok, akkor ezeket én helyettesítem, és én megnyitom, fogadom a diplomáciai testület tagjait. Létrehoztam a nagykövet asszonyoknak a klubját, a Magyarországra akkreditált nagykövetekét, és ezzel az volt a célom, hogy szólítsuk meg őket, tehát a nők a nőket, és mutassuk be Magyarországot, pontosan azért, hogy vigyék a hírünket. Annyi csoda van ebben az országban, tényleg olyanok vagyunk itt a Kárpát-medencében, mint egy ékszerdoboz, és nagyon sikeres. Most tavaly tavasszal Visegrádon voltunk, ott egy ilyen kis reneszánsz kultúráról tartottam előadást, és a reneszánsz étterembe hívtam meg a vendégeket, 19 nagykövet asszony van, akit Magyarországra akkreditáltak,
most biztos, hogy változni fog a létszám. És az ősszel pedig az Operaházban voltunk, és Kodály Székely folyóját néztük meg. Tehát számomra a zenei kultúra is nagyon fontos, pontosan azért, hogy ismerjék meg a történelmünket, kultúránkat, a zenei kultúránkat is, hiszen Kodály neve az nem csak Magyarországon, az egész világon ismert. Hogyan lehet nőként érvényesülni a politikában, és mi a véleménye a női kvótáról, milyen arányban kellene lenniük a nőknek a politikában ön szerint? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon sokszor felvetődik, és nekem késhegyre menő vitáim voltak a női kvóta kérdésében, még a régi alkotmányügyi bizottságban, tudva levő, hogy én egyáltalán nem támogatom a női kvótát, mert én azt gondolom, hogy mi nők és férfiak azonos jogokat élvezünk, és meg is kell adni ezt a lehetőséget. Az, hogy a parlamentben miért vagyunk kevesebben, ennek szerintem több oka van. A Fideszen belül, hogyha valaki úgy érzi, hogy ambíciója van, el tud szakadni otthonról, mert nincsenek olyan kötelékei, itt elsősorban a gyerekekre gondolok, mert azért az, hogy valaki több napot vagy heteket Budapesten tölt kisgyerekek mellett, az nem képzelhető el. Én sem vállaltam annak idején, hogy országgyűlési képviselő legyek. A helyi közéletben viszont a hölgyek részt vesznek. Van egy építész, egy nagyon híres építész, aki azt mondta, hogy a nők és a férfiak szerepe, akár a közéletben, vagy bárhol, az olyan, mint a gótika. Ahogy a gótikus ívek egymással hajlanak és összesimulnak, és amikor ketten együtt vannak, akkor valami óriási terheket tudnak viselni. Tehát én azt hiszem, hogy ez a gondolat, ez valami olyan fenséges, hogy ebből nem lehet kizárni az, hogy csak nőkről, csak férfiakról beszélünk, hiszen a kettő együtt tudja ezt az egységet megteremteni, és biztos vagyok abban, hogyha nők többen lennének, nem mindegyik, de a nőknek a nagy része másképp politizál. Tehát mi sokkal inkább a harmóniára, a megegyezésre, a közös gondolkodásra, az természetesen kemény érvek mellett gondolunk. A férfiak talán sokkal inkább a pénzügyi világba, a versenyszférába találják meg a mondani valójuknak a lényegét, de végül is mindannyiunknak ugyanaz az érdeke. Számomra csak egy létezik a kormányprogramnak a megvalósítása, és az országnak a képviselete a legmagasabb szinten, a legjobb tudásom szerint. Sokan csodálkoztak akkor, amikor a 2014-es választásokon a Fidesz-KDNP listáján ön ugye a negyedik helyet kapta meg, ugye Orbán semmilyen Kövér László után, és ugye Varga Mihály volt az ötödik helyen. Ezt hogyan élte meg? Hát én is meglepődtem, mert nem tudtam. Először megláttam a nevemet, és úgy becsuktam a szememet, hogy nem is akartam hinni. Ott voltam a választmányi ülésem. Meg kell, hogy mondjam, hogy könnyek nélkül nem tudtam ezt az egészet elfogadni. És hát nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, megköszöntem miniszterelnök úrnak a bizalmat, és hát még nagyobb lendülettel és még nagyobb odafigyeléssel próbálom a munkámat végezni. Melyek azok az értékek akkor, amelyeket a női politikusok tudnak adni? Akár a parlamentben, akár nagyobb egységeket nézve, mi az, amiért szükség van női politikusokra? Hát attól függ, ugye, hogy milyen témaköröket visznek a hölgyek. Itt nagy mértékben természetesen belejátszik, hogy kinek milyen végzettsége van, milyen iránya van. Én jogászként dolgoztam hosszú évtizedeken keresztül, tehát ebből adódott az, hogy alkotmányügyi bizottság, most törvényalkotási bizottság, tehát a szakmai vélemény az végigfut az egész életemen. Nyilvánvaló, hogy aki műszaki beállítottságú, az másképp, de én azt hiszem, hogy a beszélgetési stílusban azért nagyon sokan különbözünk, és a nők inkább a családra fókuszálnak, a szociális kérdésekre. Tehát akkor, amikor a rezsicsökkentésnek ment a tárgyalása, vagy pedig az adótörvényeknek, azon kívül a családtámogatási rendszernek a tárgyalása, azért a hölgyek ott el tudták mondani, hogy az mit jelent az ő körzetükbe, az ő környezetükbe, mennyire fontos, hogy ez létrejön, hiszen azért ma Magyarországon nagyon lecsúsztak a családok, és az, hogy a gyermekvállalási kedv is eléggé alacsony színvonalra süllyedt, ez mind azért volt, mert az anyagi élet az nagy mértékben belejátszott ebbe, és éppen ezért ezt a kormány teljes mértékben felkarolta, és látjuk, hogy már mennyi olyan családtámogatási lehetőség van a családok előtt, ahol igenis a házasságkötés is elindult,
ami az alaptörvényben is egy kiemelt kérdés, ugyanakkor a gyermekvállalás is elindult, tehát minden szépen, fokozatosan lépésről lépésre megvalósul, és én nagyon örülök abban, hogy itt a választópolgárok ebben partnerek, nem csak a családéri részben, hanem a munkavállalásban. Látják azt, hogy a felemelkedés záloga a munka és a tanulás, a gyermekeknek iskolába kell járni, a szülőknek munkát kell biztosítani, akinek nincs megfelelő képzettsége, azt átképzéssel megpróbáljuk helyzetbe hozni, de az nem megy, hogy segélyre kényszerítjük őket, mint az előző szocialista kormányok, mert akkor teljesen kiszolgáltatottá válnak, és az sem fordulhat elő, hogy egy kisgyerek nem látja azt, hogy a szülei dolgozni mennek, hanem csak a segélyre várnak, és akkor valahogy eltelik a nap. Ma már ez nem fordulhat elő, tehát természetesen meg kell segíteni azokat az embereket, akik egészségügyi állapotuknál fogva nem tudnak munkát vállalni, de az összes többinél azért most már nem csak a közmunka, hanem a versenyszféra is felszívja azokat az embereket, akik dolgozni akarnak. A közélet és a politika után beszéljünk egy kicsit a magánéletről, hogyan telnek a hétköznapjai és a szabad ideje. Igen, hát nekem van egy fiam, aki, hát a sorsfintora az, hogy úgy alakult az életem, hogy 2,5 éves korától kezdve egyedül neveltem. A férjem úgy kapcsolatokba lépett. Tamás fiam 80-ban született, 1980-ban, ugye most már 36 éves, elmúlt 37-ben van. És Tamás mindig is orvos szeretett volna lenni, és ez sikerült neki, felvették az egyetemre. Jelen pillanatban Budapesten dolgozik az onkológiai intézetben, emlősebészeten, ő emlősebész lett, és nagyon szereti a munkáját, és én amikor megkapta a diplomáját, akkor azt mondtam neki, azzal indítottam el az útjára, még ugye akkor Kaposváron dolgozott a sebészeten, hogy kisfiam, soha ne felejtsd el, hogy honnan kerültél ki, és bárki kerül a kezed alá, akkor úgy fogd meg a kezét, mintha az édesanyád, vagy pedig a nagymamád lenne. Mert mindig gondolj arra, hogy a beteg az mindig kiszolgáltatott, amikor az egészségügyi intézménybe kerül, és tőletek várja azt a biztatást, hogy segíteni fogtok neki. Én azt gondolom, hogy ez az útravaló, ez ő benne egy életre meg fog maradni. Legalábbis a visszajelzések alapján én ezt hallom, és akkor egy kicsit olyan nyugalom tölt el, hogy azért ez nem volt hiába való ez a küzdelem, hogy eljutottunk együtt idáig. Unokákat várja már? Igen. Már beszélnek róla. Igen. Dr. Mátrai Márta, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és elfogadta a Kecskeméti Televízió meghívását. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm, és nagy megtiszteltetés számomra. Köszönöm szépen. Kedves nézőnk, ennyi fért a közélet ma esti adásába. Én már megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét mindannyiuknak. Viszontlátásra.